Elkezdtük az idei Tacskó találkozó előkészületeit is. Talán egy kicsit a szervezőket is meglepte az az érdeklődés, ami a tavaly márciusban, az Almási kastély megnyitásának évfordulóján első ízben életre hívott Tacskó találkozó iránt megnyilvánult. A programokat meglehetősen nagy érdeklődés övezte, nem csak Gyuláról, hanem a környékbeli, sőt egészen távoli településekről is érkeztek résztvevők, akik örömmel ismerkedtek a többi kutya tulajdonossal, állataik pedig egymással. Ezek után nem lehetett kérdés, hogy ez a program idén márciusban sem marad el. 2022-ben rendeztünk először Tacskó találkozót. Tesztük ezt amiatt, mert a gyermekek számára múzeumpedagógiai eszközeink minél hatékonyabb felhasználása érdekében egy kabala figurát alkottunk meg, Tacskó Dénest, aki egy nagyon kedves, bájos kiskutya. Természetesen nem előzmények nélkül, a történész kollégáim kutatásai volt. Tudjuk, hogy valóban voltak tacskók itt a kastélyban, sőt, nagyon kedvelt háziállatok voltak ezek a kutyák. A szervezők úgy gondolták, hogy a visszajelzések alapján várható megnövekedett érdeklődés, és a rendezvény színesítése érdekében új programokat is bevezetnek. Idén is a kastély születésnapjára várjuk a környékből a tacskós gazdikat, természetesen kutyáikkal együtt. Szervezünk nekik egy közös látványos felvonulást, sőt azoknak, akik vállalkoznak erre, még egy futóversenyt is. Természetesen a kutyáknak kell majd futniuk, és nem a gazdáknak. Ennek a találkozónak a felhívását napokon belül közzé tesszük, hogy valóban minél többen értesülhessenek az eseményről. A márciusi Tacskó találkozó szervezési munkái már megkezdődtek. A résztvevők a tavalyihoz hasonlóan idén is kapnak egy olyan bilétát, amely a Kastélyparkban rendezendő programra emlékezteti majd őket.